Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez megjelenik itt ezen a képen, itt szív ügyekről van szó. Tehát ez a férfi szeret téged, ennek ő tudatában is van. Amit ez a szív még jelenthet, mindaz, amit ő kedvel, és ezek a céljai. A második kérdés pedig az lenne, hogy mit érez irántad. Itt a nap jelenti a szív melegét, azon kívül a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között, és ő úgy érzi, hogy te vagy számára az igazi. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ő jelenik meg ezen a képen, tehát ő áll a középpontban, és megvannak az elvárásai. Elvárja azt, hogy te észrevedd őt, hogy feltekints rá, hogy megkapja az elismerést. És ha így van, és biztos a dolgában, akkor ő is kimutatja az érzelmeit. A negyedik kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt a madarak jelentik a levegő elemét, tehát a könnyűséget, azt is, hogy itt van ének, vagy zene, vagy tánc, és ez lehet egy meghívás, vagy egy közös tevékenység, hiszen ezen a területen dolgoztok, vagy ez a hobbi, és itt lesz találkozás, közös élmények, de amit a madarak még jelentenek, az a kommunikáció. És ez a fontos, hogy beszéljetek érzelmekről, legyetek nyitottak, beszéljetek a jövőről, és ne szorongásokkal, hanem a levegő elemével, tehát ezzel a könnyűséggel. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!